Hát a kisképzőbe jártam fotószakra, és akkor, amikor végeztem, akkor megpróbáltam az ipart, az nem sikerült, de megpróbáltam a műszakit is, és akkor oda fölvettek, és oda mentem. De valahogy tényleg úgy éreztem, hogy nem annyira szeretnék úgy ilyen művész közegbe menni. És fél év után ott hagytam a műszaki egyetemet, mert rájöttem, hogy na jó, ez mégse. És akkor azt hiszem az volt, hogy nem tudom mikor, de hogy a Szent Jobbinak volt egy kiállítása a műcsarnokban. Azt láttam, hogy nagyon sok rajz volt, és akkor azt hiszem ez volt, amiért az intermédia szakra mentem. Láttam a katalógust, intermédia katalógus ilyen szürke volt, és rajta én, hát az mondjuk elég, hogy nem értettem. És akkor ugye egyből érdekes lett, hogy valamit nem értek, akkor arra kíváncsi vagyok. És akkor felvételiztem, és akkor fel is vettek. Úgyhogy igen, és 5 évig, egybe végig csináltam az 5 évet, és lediplomáztam. Hogy alakult a felkészülésed, vagy volt-e valami speciális, vagy csak elmentél felvételizni? Hát volt egy srác, aki segített, ketten jártunk hozzá. Nem tudom, ő neki milyen kapcsolata volt így az intermédia szakhoz, lehet, hogy így behallgatott, én nem tudom pontosan. Ő segített, és csináltam otthon, amit gondoltam, és akkor elvittem magammal. De mindenfélét, hang, kazettát, mixeltem zenét, meg ilyen hosszú ilyen fotótekercset. Hát nem emlékszem már konkrétan, hogy miket vittem magammal. De vittem a fotós munkáimat is. Ezek voltak. Kikkel kerültél össze egy osztályba, vagy hogy indult a felvételi utána? Fú, nem biztos, hogy pontosan emlékszem, hogy kikkel indultam, mert hogy ugye nagyon változott mindig, hogy ki halasztott, vagy bukott le, vagy ki ment tovább. Gróf Ferivel, Szics Brigittával, Szejbolt Balázssal, Szövényi Anikóval. Fú, most így nem emlékszem pontosan a listára, hogy kik voltak még. És az intermédia alatt volt egy mélypont, hogy volt valami nagy rádöbben, és hogy indult az egész igazából? Hát úgy indult, hogy nagyon intenzív volt, mert a legelejétől kezdve estig bent voltunk, és talán az első vagy a második héten már volt egy konferencia, egy ilyen média művészeti konferencia, és az jöttek nagyon sok külföldi, az nagyon izgalmas volt, és mindenféle óránk volt, ugye, és nem emlékszem pontosan a nevére, hogy benne ilyen számítógépes órát tartott a Szegedi Masszák Zoli, és bementünk, és akkor kérdezte, hogy ki használt már számítógépet, és rajtam kívül mindenkit. Hát én csak így minimálba játszottam számítógépen, de fogalmam nem volt, de tényleg még bekapcsolni se tudtam. És akkor másnap fölmentem a C3-ba, mert ez így nagyon zavart, és ott volt a Zoli, és akkor elkezdett segíteni nekem, meg mindenki, aki ott volt. És akkor ez így nagyon elindult valami, ott egy ilyen műhelyszerűség volt, és egy pillanat alatt így megtanultam, ami ilyen minimálban kellett, és kaptam ott egy ösztöndíjat a C3-tól, és akkor 2 évig mindenféle projektekbe dolgozhattam. Elsőre azt hiszem a pillangóhatás kiállításnak a katalógusát csináltuk, de Zilinszkinek segítettem, a Georges Legrádinak, szóval, dolgoztunk, szóval, hogy nagyon érdekes volt, nagyon sok emberrel lehetett találkozni, itt olyan sokkal, szóval, hogy ilyen nagyon nyüzsgő volt,
És ez összefonódott itt teljesen az intermédia szakkal is. És azért, de így a C3 miatt én nagyon elmentem ilyen, szóval, hogy a web irányába is ilyen webműveket csináltam. Ami mondjuk valamennyire mindegyik így össze, valamilyen szinten kapcsolódott azért fotós munkákhoz is. Úgyhogy így indult, és én nagyon szerettem, ez elképesztő jó lehetőség volt, és abban az időben, nem tudom most hogy van, mert nem annyira követem, már elsőtől kezdve kiállításokon részt vehettünk, ilyen nagyobb olyanokon is, amit mondjuk a Miklós szervezett, igen. Szóval, hogy nagyon izgalmas volt. És főleg az is, hogy sok-sok mindenkit meghívtak. Nem tudom tényleg, hogy ez például mennyire maradt meg. Volt, de neked ilyen forduló pont az egészben, vagy amikor úgy érezted, hogy akkor most túl sok túlkelés, vagy így nem, én végig jól éreztem magam az intermédia szakon. Mondjuk annyi volt, hogy olyan harmadik körül elkezdtem dolgozni mást, hogy megélhetés miatt, és az mondjuk elég sok időt elvett. Szóval voltak olyan órák, amik nem tudtam bejárni. Mondjuk azok nem intermédia, hanem mondjuk ilyen művészettörténet. Csak mondjuk előtte azt sokat tanultam, és akkor így gondoltam, hogy ezt így meg tudom magamtól is. De azt most már így utólag sajnálom azért. De az is egy ilyen projekt jött ez az egész munka dolog, hogy még akkor csináltunk egy ilyen magazint, a VV volt a neve, ami egy ilyen divatlapra épülő magazin volt, a Kukcsik Adriánnal, és akkor az a Trafóban volt egy kiállítás, arra készült, és ott állítottuk ki, és akkor azt látták, és az alapján kerestek engem meg. Szóval valamilyen módon azért a munkával, szóval a tanulmányaimmal kapcsolatban jött ez az egész munka dolog is. És akkor mi dolgoztál konkrétan, vagy akkor? Hát az egy ilyen grafikai munka volt, de mondom, ennek az volt a lényege, hogy pénzt keressek, hogy meg tudjak élni. De főleg ilyen webes munkák, meg ilyen flashes munkák. És ez meddig tartott, hogy ez hogy ment, akkor onnantól kezdve végig dolgoztál, és ebből saját magadat tartottad el? Igen. Hát mondjuk az ösztöndíjból nem lehet megélni, hogyha ha külön ugye eljössz a szüleittől, akkor azért akkor már elvárható, te külön életet élsz, hogy akkor eltarts magad, és hát ezt nem kellett tartanom magam. És mit érzed, hogy mennyire ment mondjuk ez a művészetet próbására, vagy nem ment, vagy ez hogy alakult? Hát úgy volt, hogy hogy hát férjhez mentem így még az egyetem alatt, és amit bánok, hogy ahogy lediplomáztam, akkor szerintem el kellett volna mennem külföldre valami ösztöndíjjal, vagy hát ilyen nem is ösztöndíjjal, hanem ilyen posztgraduális képzésre. Ez az egy, amit bánok, hogy akkor nem. És utána évekig ugye hát kiállítottam ugyanúgy, meg készültek a média munkáim, de általában ilyen nagyon, szóval hogy egy munkán nagyon sokat dolgoztam, szóval fél év minimum, de hogy egy, így nem is volt olyan sok kiállítás, persze nem ez számít, de valamennyire így, hogy mellette dolgoztam is, végülis egyre többet dolgoztam, ilyen reggeltől estig, hétvégén. És ez eljött egy pont, amikor ebből így elegem lett. És akkor azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez 28 éves koromban volt, hogy akkor úgy döntöttem, hogy akkor ezt most így befejezzük, és akkor inkább a művészet. És végülis azóta ebből próbálok élni. Úgyhogy igen. Akkor ez már bőven a diplomám után volt. Igen. Hát hány év lehetett? Mondjuk 3-4 év, 3 szerintem. Még az iskolában, hogy
hogy voltak ezek a hatások? Mondtad, hogy a C3 az mennyire segített meg, mekkora hatása volt, osztálytársai, vagy... Persze, mindenki közösség. Szerintem az egész... Szerintem nagyon fontos része az, hogyha egy egyetemre, az, hogy mennyi, kiket ismersz meg. Szerintem annál többet nem. Szóval már ha csak ennyit kapsz, úgymond ennyit, azt szerintem az is nagyon sok. Hát végül is tényleg a szakmából nagyon sok embert megismertem, és innen indult az egész egy kapcsolat is. Szerintem ez, igen, ez az egyik legfontosabb így az egyetemen. De mondjuk voltak, amit mondtam, ez a VV, meg utána is készült egy másik ilyen, egy magazin, annak házi feladat volt a neve. Az egy barkács magazin volt, amilyen, hogy készítsünk műtárgyakat, típusú cikkek voltak benne, ilyen meg művek, és azzal kapcsolatban is rengeteg emberrel így kapcsolatba kerültem. Szóval, hogy azért azok is ilyen ebben nagyon sokat segítettek. De az még a kiállításra készült, nem már a maga, mi megjelent. A HF? Igen. Hát a HF az úgy volt, az volt ugye a második, ott már igen, a Dunai Városi, az ICA-ból kértek föl minket, és ők támogatták is ezt anyagilag, hogy ez megvalósuljon. A VV-nél még úgy volt, hogy az csak egyszerűen így, még Adriánt megkeresték, hogy állítson ki ezen a trafós kiállításon, és akkor csak így gondolkodtunk, és akkor jött ez az egész magazin ötlet, és ez ilyen nem tudom, ilyen újdonság, vagy egy más volt. És igen, az végül is az is mondható, hogy a kiállításra, de nem úgy lett kitalálva, vagy nem így felkérésre valósult meg. Az iskola közben készült munkáidat, azt hogyan értik? Tehát, hogy azok hogy állnak hozzád, vagy mit gondolsz róluk, vagy emlékszel rájuk? Aha, persze. Hát én szerettem őket. Mondjuk a webes munkák ma már szerintem sok nem is működik, szóval, hogy így nem is lehet. De úgy kellett. Meg van, amelyiket úgy gondolom, hogy ez tényleg egy mű. Például a diploma munkám az is. És volt? Juli Gráf volt a címe, és egy ilyen flash alkalmazás volt, egy program. És végül is az tényleg így a világban nagyon sok helyre hívták. Úgyhogy az nekem nagyon jó volt. Tehát sok helyen kiállították, meg így londoni, meg nem tudom milyen lapokban is írtak róla. Szóval, hogy így megtalálták, és az is vicces volt, hogy később találtam is olyan munkákat, ami arra azon alapulva készült, például így az interneten, ami nagyon vicces volt. Úgyhogy hát végül valamilyen szinten így lemásolták, csak hogy magukra átírták a dolgot. De emlékszem olyan elsős vagy másodéves ilyen fotomunkára, amit ma ugyanúgy azt mondanám, hogy egy jó munka, és szeretem. És akkor mondtad, hogy akkor a diplomán te igazából alkalmazottként dolgoztál, vagy párhuzamosan? Hát egy ilyen szabadabb ügynökségnél, hát nem mondanám, hogy ügynökség, hanem egy olyan, ahol mondjuk így valamennyire a képzőből jött emberek így összeálltak, csináltak egy ilyen csapatot, de hát ugyanúgy csináltam, mint a saját munkám, szóval saját művészi munkámat, csak mondom így akkor már így a Juli Gráf után, hogy így az is egy nagyon hosszú idő volt, hogy ilyen nagy lépték, vagy hát nagyon sok időt elvövös munkák voltak, amiket itt csináltam. És akkor hogy jött ez a pont, amikor te úgy gondoltad, hogy akkor most, hát most csak hát az ilyen magánügyi dologgal kapcsolatban jött, hogy elkezdtem rajzolni. Évekig előtte én nagyon szerettem volna, meg lehet, hogy ez az egész Szent Jobb is kiállítás is valahogy így a rajz hozott ebbe az irányba, de
2004-ben, 2005-ben elkezdtem rajzolni. És előtte évekig próbáltam, de utáltam mindent, amit csináltam. Szóval nem bírtam elviselni. És akkor egyszer csak elkezdtem nagyon sokat rajzolni. És a történések is, amilyen mindenféle magánügyi dolog volt, azok olyan sok hatásként értek, hogy így akkor így át kellett gondolnom az életemet, és akkor úgy döntöttem, hogy valahogy megpróbálom úgy, hogy tényleg. Még ha egy picit is mással foglalkozol, akkor az nagyon el tud szerintem téríteni. Meg, hát igen, az, hogy másra kell koncentrálni, másra gondolni, szóval hogy én nekem nem megy úgy a munka, hogy egyszer erre, és akkor így gyorsan vártani, nekem ez nem megy, nekem kell idő, hogy így valahova eljuss, vagy hogy így valamilyen gondolat így elkezdjen így dolgozni, és azóta végül is ez egyből akkor megkaptam a Derkovics ösztöndíjat, és akkor tanítottam is több helyen. Mondjuk az volt az egyetlen egy munka, ami, de hát olyan helyeken az Intermédiának az előkészítőjén, az Iparnak egy ilyen tanárokat tanítottam multimédiára, meg a kisképzőben website szerkesztést. De ez olyan egy másfél év volt. És akkor megint úgy döntöttem, hogy ugye elmennék innen, de aztán végül is nem mentem. De akkor is úgy valamilyen ilyen közbejövő dolog miatt úgy döntöttem, hogy maradok. De azóta meg végül is így ösztöndíjakból, támogatások, ilyesmiből. Ebből mondjuk elég szerencsés voltam az elmúlt években, szóval hogy majdnem minden évben kaptam valami ösztöndíjat külföldre. Úgyhogy későbbiekben nem tudom, hogy lesz, szóval, hogy úgy, meg épp most egy 35 éves vagyok, szóval, hogy ez úgy szokták mondani, hogy utána azért úgy nehezebb. Eddig azért úgy elég, tényleg mindig ösztöndíjat, meg támogatást úgy mindig kaptam minden évben. De hogy ezt után, hogy lesz, még nem tudom. De hát akkor végül is azt jött ez a külföldi. Igen, csak nem egy ilyen hosszú távú, hogy külföldön élni, hanem ilyen rövid ösztöndiakkal. Meg kiállításokra utaztam nagyon sokat, szóval tényleg végül is nagyon sokat utazhattam. És szerintem jobb is ez talán nekem, jobban. Mert így 3-4 hónap után egyből így jön, hogy így hiányzik, hogy az itthon levés. De abból már úgy kiderült, hogy nem annyira tudnék így, csak valamilyen nagyon nagy váltásként. És ahogy tudnék úgy kint megmaradni. Milyen helyeken volt, hogy mi tetszett a legjobban? Én végül is mindenhol jól érzem magam. Erre jöttem, ne? Igen. Mindenhol jól éreztem magam. Hát voltam ösztöndíjjal Prágába voltam 2008-ban, utána Finnországban, utána 2010-ben és 2011-ben átnyúlóan meg Németországban, Düsseldorfban 5 hónapot, és most megyek majd Szlovákiába, Pozsonyba 3 hónapra. Ezek. De hát mondom, ezek voltak kiállítások, meg vásárok, amiken úgy részt vettem. Csak saját magad menedzseled a művészetet, vagy esetleg? Hát nem. Nem, hát szóval, ugye a 20-as éveimben, szóval ugye, amíg dolgoztam is, meg ugye a művészet, de akkor nagyon sokat segített nekem a stúdió. Én úgy éreztem, hogy úgy kiállításokra hívtak, és végül is szerintem a stúdiónak nagyon sokat köszönhettem abból a szempontból, hogy nem szakadtam el így abban az időben ugye a művészettől, és
amikor megkerestek, hogy legyek vezetőségi tag, akkor ezt elvállaltam, és utána hát 4,5 vagy 5 évig voltam vezetőségi tag, és 3 évig meg az elnöke a stúdiónak. Ez volt az egyik ilyen, ugye itt az volt a lényeg, hogy ugye a stúdiónak van 400 valahány, mindig változó ugye ez a szám tagja, és tényleg azért van egy galériája, rezidensziket szervezünk, kiállításokat, és hogy a fiatal művészek pályakezdését segítse. Szóval, hogy ebbe vettem részt, meg elindítottam. Hát 2006-ban kértem fel az első embert, egy ilyen fanzin sorozatot, Rajzlap a neve, és rajzosokat kértem föl, és tőlük adtam ki ezeket a zineket. Eddig 15 jelent meg belőle. Volt egy másik a zin, az a Spot a neve, abból egyetlen egy készült eddig el, az a Prágában, amikor voltam a Futuránál, akkor hát így az egész városművészeti életéről, hogy mi történt ez alatt a 3 hónap alatt, ezt próbáltam bemutatni. Az a csak a saját? Az csak az én fotóimmal volt. Az egész magazin, vagy hát az egész füzetben csak fotók voltak, és az infókat hozzájuk az interneten lehetett elérni. És még egy dolog, egy ilyen képes lapszettet adtam ki, ezt a Kokes Ádámtól, meg a Surányi Miklóstól. De az nagyon drága volt, és azt nem tudtam tovább finanszírozni, mert ez a Mikémer rendes nyomdába készült. Úgyhogy a fanzinnél maradtam. És akkor az is megy néha kiállításokra. Most volt október vagy novemberben Chicagóba kiállító. És akkor az egész kollekció szokatják a menni? Nem, akkor egy válogatás. Most egy válogatás volt. De van, hogy csak pár darab. Volt olyan Berlinben, vagy Lipcsében volt egy kiállítás, arra csak egyet küldtem. Szóval, hogy ez is változó. Még amikor az Ernst Múzeumban volt a Lemna Hanika kiállítás, ott mondjuk ki volt állítva, az addig megjelentek. Ez annyiba különbözőik ugye általában. Szóval, hogy az volt az én első elgondolásom, hogy ez nem is csak úgy, mint egy fanzin jelenjen meg, hanem minden egyes darab, mint egy műtárgy. És ezért az információk nem is benne magában az imbe vannak, hanem kívül egy ilyen borítón. Szóval, hogy ezt egy műtárként is fel lehessen fogni. Hogyan képzeled el mondjuk a jövődön, mondod, hogy most nem látod éppen, de hogy mondjuk egy 5 vagy egy 10 év múlva hova raknál magad, vagy mit szeretnél csinálni? Mik azok, amiket nagyon szeretnél, hogy megcsinálni, hogy mi az, amit szeretnél? Hát, hogy mi az, amit megcsinálni? Aha. Hát ezt csak csinálni. Én nem úgy, azt úgy elképzelni, nem szoktam, hogy nem tudom. Vannak, akik így nagyon... Én nekem nem tudom. Az a lényeg, hogy csináljam, amit szeretek, és igen, azt tudjam csinálni. Nincsenek ilyen... Jó, persze vannak ilyen vágyaim, hogy hol szeretnék kiállítani. Azt szeretném, hogy úgy tudjak dolgozni, ne legyenek ilyen... Szóval, hogy magamat leállítom, vagy megállítom, hogy ilyen, vagy pedig, hogy más befolyásolja ezt az egészet, azt nem szeretném, hanem úgy normálisan dolgozni. Még csak annyi, hogy igazából mondod ezeket a számítógépes dolgokat, és hogy ez mennyire tudott átmenni már, mert hogy azért eléggé átmunkálódott az egész internet. Az hogy érted, hogy átment? Hát, hogy mennyire foglalkozom most mondjuk ebben a dolgokkal is? Hát mostanában inkább ilyen, ha csinál, akkor inkább valami videómunkát, vagy a videóanimáció. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy teljesen feladtam volna ez, hanem most ilyen flash-es, meg ilyen animációkat, ilyeneket már nem csinálok, vagy ilyen programokat. Hanem ilyen egyszerűbb.
mindig arra törekedtem, hogy a munkáim is, hogy nagyon, hogy úgy azért, hogy nem nagyon, de hogy úgy aki először is szembe találja, hogy egyszerűen megértse, és végül is így ezt ilyen videókkal, meg az animációkkal tudom ezt így szerintem most így megoldani a legjobban. Igen, ezeket most is ilyen animációkon dolgozom, de mondjuk ezek most ilyen rajzos alapú animációk. Szóval azért akkor inkább így visszajött egy kicsit a manualitásos rész. Igen, igen. Hát de ilyen fotó használ, szóval hogy fotoanimációt is csináltam, szóval csak most éppen amit itt kitaláltam, hát ugye mindig próbál, vagy hát én próbálom megtalálni a legmegfelelőbb, szóval hogy ahogy megvalósítom, és ehhez ez a rajzos érzem most a legmegfelelőbbnek. De lehet, hogy máshogy is lehetett volna, de most ez a... ezt csinálom. Köszönöm. Én köszönöm.